Na, sziasztok srácok! Elkezdődött nálunk is a talajmunkák. Most éppenség kombinátorozunk. Annyi a különbség, hogy most... annyi most az a nagy szó benne nekünk, hogy úgymond most kicseréltük a kapákat. Ilyen luttal kapa. Töttünk föl. Ugyebár kicsit már kigazdottak a fődek, azt ami olyan, akkor azt vágja elfele, amit csak lehet. Ez a tábla egyébként egy gróberozott tábla. Na, mindig ezzel a nával kezdök. Csak azzal akarom. Na szóval, ott vagyunk, hogy közben ágyítom ide a szántás felül. Bátyám kigyütt. Szóval, hogy nézzük már meg, hogy milyen munkája van a szántáson a kombinátornak ezzel az új kapasorral. Őszintén megmondva, úgy aránylag meg vagyunk vele elégödve. Jó, vannak ilyen szépséghibák, mint látszódik itten, hogy itt konkrétan tudom, hogy valamiért átgrúberoztam valamit. Valamiért át kellett grúberoznom, most akkor ottan majdnem mögültem a nagy klasszal. Úgyhogy azt beszéltük, majd mindjárt megmutatom, ha visszaérünk a szíkfótokat. Hát arra várunk, hogy egyelőre száradjon, mert az az igazság, hogy olyan egyrészt vizes, vagy áll a víz, hogy süllyed a traktor ahon vizes agyig, ameddig szántva volt, vagy éppen gróberozva, de amint nincs ott víz, ott meg kemény, de mocskosul kemény. És azt beszéltük, hogy jó, fene viszi, hagy száradjon ki, majd lehet, hogy vetés előtt egy-két nappal a Tigrissel majd átjárjuk azt a forgót, meg azt a részt. Egy pillanat, telefon. Már itt is vagyok, telefonálás után. Na itt ezt mondtam, hogy ezt a részt beszéltem, hogy itt ezt a részt, ezt át fogjuk járni majd az évvel, Tigrissel. De mindjárt kiszállok, körbe mutatom már a gép kapcsolatot. Gyors csinálok egy képet. Igazából föltöttük az ilyen kapákat, de majd szerintem itt a videó elejénre én beteszem, hogy csináltam egy-két fővételt, hogy milyen volt. Láthatjátok, azt ilyen lőtt, mint mondtam, már 33 kapa. A szíkfóttal meg ez a probléma, látjátok, itt kemény. Itt meg mint a iszap olyan, és végül is ilyen munkát csinál ez a szerkezet. Itt már az egy kicsit szíkesebb, itt az a rész, látszódik is. Itt ültem meg majdnem a nagy klasszal. Hát lehet, hogy majd itt ez a rész, ez itt át lesz majd járva. Áthúzzuk, majd látjuk, hogy milyen lesz. Itt ezen fogok most még átmenni. Vagy még egyszer lehet, hogy átjárom ezt a részét. De szerintem nem csinál rossz munkát. Nagyon, én meg vagyok vele elégedve. Szép. Egyenletes, sima. Jó, itt egy kicsit, mondjuk ott egy szétvetetés van, de szerintem így ránéztiből, bár mondjuk nem tudom, így kamera, majd monitor mögül, amit ti láttok, az mennyire látszódik, de én itt szabad szemmel, itt így azt mondom, hogy jó. Jó, a szántáson, és ez egy szántás, így kondorekével lőtt szántva. Na, kerüljünk még egy pár kört. Azt igazából. Aztán fölnyomom már a live-ot, így is már elég késő van, már 4-5 óra körül lehet. 5 óra, 6 perc, akkor 4 óra, 6 perc van. GPS, amit mutat. Ú, de bevertem a könnyököm.
Az az igazság, srácok, úgy most nagyon nem tudok most mit mesélni, mit mondani. Hát mondjuk, de annyit tudok, hogy jelenleg zajlik nálunk az építkezés. Majd az építkezés vlogokat, ahogy telnek a dolgok. Most az a fogadalmam nagyon magamba, hogy amint készen van egy videó, ezt is próbálom minél hamarabb tolni kifele, csinálni. Nem akarom húzni, halasztani az időt, aztán meg azért nem kitolni, de ezt múltkori volt egy kis live-ban, ebben említettem. Ha 5 percet hozok ki ebből, akkor 5 percet ebből a videóból, amit itt összevágtam. Ha többet, akkor többet, de mindenféleképpen ki akarom tolni, hogy legyen tartalom. Ha egy tényleg egy 5 perces, 10 perces, 15 perces, lehet először egy olyan videó, hogy elindítom, csinálom a dolgokat, aztán nem is beszélek, csak csinálom. Azt miért ne? Úgyhogy ilyenek. Srácok, egyébként ez a meló most számomra, ezt nyomjuk. Egyből látszódik, hogy egy kicsit jobb a főd, azért egyből jobb a munkája. Beragadt a gomb, azért durt ez ennyire. Na miért dur, miért dur? Hát ezért durt. Szépen állottan a dolgok. Srácok, ha szeretnétek nézni ezeket a videókat, amit éppen amilyet most csinálok, csak élőbe, mert élőben szoktam a Twitch-en lönni, el szoktam egy videó live-olni, gyertek, nézzetek fel, kövessetek be, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Hello, hello!